A Városháza dísztermében rendezték meg a Prosperis Alba Kutatóközpont és a Titkok Háza Tudományos Élményközpont közös szakmai workshopját, amely a helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron projekt részeként indult a Székesfehérvár Reziliens Város 2030 program keretében. Nagyon jó, hogy ez a folyamat elindult, rengeteg tapasztalatunk van kinek-kinek a saját szakterületén, az adott szakembereknek, a szakmai közösségeknek, ezeket érdemes szerintem összefogni, és átgondolni, hogy ilyen szituációkra hogyan készítsük fel a várost. Nem biztos, hogy ez vírust fog jelenteni, sőt reményeink szerint nem, de egy nagyváros életében rengetegszer fordulhat olyan esemény, ami hirtelen döntésre kell, hogy késztesse az adott közösséget vagy a város egészét. A program célja, hogy megismertesse a városban működő intézmények, szervezetek vezetőit a társadalmi, gazdasági, demográfiai és környezeti reziliencia az ellenálló képesség fogalmával, főbb kihívásaival. Sajnos a reziliencia egy olyan fogalom, amit meg kellett, hogy ismerjünk, és a COVID-helyzet az még aktuálisabbá tette. Egyfajta ellenálló képességet jelent, és mi most azt fogjuk megnézni, hogy hogyan tudunk erre felkészülni, hogyan tudjuk a társadalom különböző szegmenseit minél ellenállóbbá tenni, és ellenállóbbá nem csak a COVID-nak, hanem informatika, oktatás és egyéb területeken is. A találkozón elhangzott az elmúlt évek eseményei rávilágítottak arra, hogy hosszú távon csak azok a városok lehetnek sikeresek, amelyek tudatos stratégia mentén gondolkodnak. A program elkészültével Székesfehérvár lehet az első magyar település, amely ilyen dokumentumot alkot.